Sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben az új videóban, amiben a Warrior transmogokról lesz szó, néhány tippet vagy esetleg ötletet szeretnék adni, úgy mint az előzőnél, a Demon Hunter-ösnél. Ha nem láttad, akkor az i betűre kattintva ezt megteheted, vagy a videó végére be fogom rakni. Először kezdjük azzal, ami rajtam van, körbe mutatom. Ez egy ilyen kis egyszerűbb transmog, mert ez azért egyszerű, mert konkrétan csak PvP-zned kell. Na, lejövettem egy kicsit az SV zenét, nagyon szép zene, de most nem az a lényeg. Szóval, ez full, ez teljesen a Dragonflight-os PvP honoros tierset. Itt ez a Aspirant típusú, ez a fekete arancsárgás. A Beck-et és a Vriszt-et egyedül nem transmogoltam be, az összes többit igen. Nem olyan sok idő kifarmolni, szerintem, hogyha valaki ráfekszik a PvP-re, 2 nap, 3 nap maximum, vagy ha egész nap nyomja nyilván. De ha 1-2 órát, akkor is viszonylag hamar megvan. A kard, ami nálam van, pedig Smolderomból esik, Primal Fire effekttel, normálan, ráadásul normálan, szóval elég egyszerű dolgotok van. Hogyha valakinek így tetszik, egy kicsit ilyen clean-up talán, ugye HC-n ugye zöld, az nyilván nem illik bele. Raidfinder-en kék, szintén nem. Talán még a mitikes úgy, ahogy. De viszont erre kell egy plusz Primal Fire effekt, ami ezen is van. Akkor kicsit fedi ezt a rózsaszínes árnyalatot, szerintem tök jól mutat. Aztán a következő, ez egy ilyen kis egyszerűbb narancssárgás, egy viszonylag letisztult Warrior set. Ez a set, ez ICC 25 normálból esik, szóval nem HC, hanem normálból. Ott lehet összeszedni, így itt található. Fejes kivételével mindent betranszmogoltam, és az övet nem transzmogoltam be, mert az túl ilyen nagy batárnak tartom, de valakinek tetszik, ugye, mert beleillik nyilván ez a sárgás tematika, mert ugye ez egy egészet. És ehhez a fegyver pedig Dawn of the Infinite-ből esik a Timeless Battlefield-en. Ezt igazából úgy farmolni nem nagyon tudod egyelőre, mert ugye ez Dragonflight-os dungeon, vagy mitiken, mitik pluszon elmész, hát aki esik. Én ezt szerencsés módon Vault-ból megkaptam, és pont jól jött, mert az egyik Bish Harrynak, és ezt szedtem ki még annó, ehhez ezt a szettet raktam össze. Ez viszonylag elég clean, mert semmilyen plusz effekt nincs semmin, a weapon-ökre értem. A következő szett az egy igazi warrior-os szett, ez a teljesen ez a Black Rock, ez full piros, tüzes, lángoló, minden. Ez a set, ez a Black Rock Foundry-ból esik, ez csak ott jártam, és így látjátok, így izzik a vállas, így pörög, mitiken, mitik nehézségű fokozaton, a Black Hand-nek a weaponjével, nagyon összeillik, mert ez egy nagyon ilyen kis, lehet, hogy mondjuk basic set, de viszont nagyon jó, attól függetlenül, hogy basic, mert tényleg ilyen kis warrior-os megoldás, esetleg még a weaponökre lehet egy ilyen effekteket rakni, próbálgatni, hogy melyikkel néz ki jobban. Ezt annyira nem néztem. Esetleg ilyen, akinek tetszik ilyen Primal Fire, még úgy nem rossz, de ugye többi van ilyen fiery weapon, így kicsit, ezt is szerintem AH-ból meg lehet venni. Ilyen kicsit ilyen tüzes aurát rak rá, nem is tudom. De én így clean-án hagynám, mert így jobban összeillik. Itt látjátok, hogy ez Black Rock Foundry-ból esik, ugye mitiken, mint mondtam. Fejes kivételével a Vriszt és a Vase-et nem használtam, mert szintén nem tetszik annyira a Vase, nem szereztem meg. Valakit érdekel, High Maul-ból tud esni, mert nagyon, nagyon nagynak tartom. Túl ilyen kiemelkedő. Nekem annyira nem tetszik. De amúgy nem rossz végül is. Hát a fejes meg szintén nem tetszik. De így az összkép, hogyha megnézitek, nem olyan rossz. Következő set, ez egy kataklizmes HC set a Hidden Artifact Fury Weapon-nel, ami azért illik össze, mert jó, most sötét van, így ingém annyira nem világos, nem annyira színes a set, de eléggé hasonló színe van, mint ez a weapon, amit kiad magából ez a füst, hasonló színe van a setnek, kivéve a vállas, de talán ezzel illik össze a legjobban, mert úgy értem a vállast, itt ez a kis kék, de még így se olyan rossz. Ugye ez az Earthen, vagy se, hogy Earthen Battle Plate, ugye HC Warrior set,
kataklizmes raideket kell ütnöd, mint például Throne of the Four Winds, onnan kiesik a hátszín. Ja, mondom. A Waste, az első bossból, Alakirból a fejes, ki tud esni a vállas, nadrág, vagy ugye Bastion of Twilight, ott is chest, vállas szintén. Próbálkozni kell, itt van rá viszonylag sok opciód, kivéve Firelands-en, mert ott már azt hiszem más a set, vagy de nem biztos, de lehetséges, hogy ez már mást ad. Én BVD-t ütöttem, Blackwind Descent, Bastion of Twilight és Throne of the Four Winds-t. A Hidden Artifact pedig úgy lett meg nekem, hogy az Arms-os Hidden Artifactot szereztem meg, mert a Fury is eléggé bonyolult, meg repúzni kell, de viszont a játék megadja magától az összes többit. Itt látjátok, itt van a másik típusú is, a Protection-ös pedig meg se csináltam, ugye nem protba szoktam játszani. Szóval elég az Arms-osat megcsinálni, ez viszonylag egyszerű. Most arról nem mondom el, hogy kell, azt nyugodtan nézzétek meg, írjátok be, hogy Arms Hidden Artifact. Most ott nem kell nagy angol tudás hozzá, mert megmutatja, hogy mit kell csinálni. Meg most elmondom nektek őszintén, nem is tudom, nem is emlékszem, hogy volt, mert nem most csináltam. Szóval ezeket megszereztem, és ahogy unlockolod kiad különböző típust, hogy mondjuk ugye 30 dungeon main, csináld a world questet, stb. Úgy kiállakkolódott a többi is így magától, úgyhogy beekvippeltem, és így meglett. Így mutatom az összképet. Ez a baj, nappal nem tudok varázsolni a WoW-ba, mivel este veszem föl, így nem annyira látszik olyan jól, de higgyétek el nekem, hogy így összeillik. És most utoljára így eltöntettem magam, aztán nem szeretném be transmogolni, mert tényleg eléggé minuszos leszek, majd gyűjtök még goldot. De ez egy elég basic, azért se szeretném, csak gondoltam, megosztom, hogy ez is nagyon jól néz ki. Ez a, nem mondom nektek, ugye ez a Sanctum of Domination-ből a Mythic-set. Én nem farmoltam ki, hanem ezt meg lehet vásárolni az AH-ba, így visszarakom magam, szóval meg lehet vásárolni az AH-ban, méghozzá. Szóval AH-ba ide be kell jönnötök, ha van elég goldatok, én is így farmolgattam rá. Ide bejössz, itt van, hogy Plate és Rune Carving, így, és az item levelet azt állítsd le, mert mindegyik ugyanúgy néz ki, és olcsóbb valamiért. És akkor itt meg lehet vásárolni a gauntletet, ugye a kesztyű, a cipő, a fejes, ugye helm, waistguard, ugye waist. Egyedül a wristet azt nem ajánlom, az úgyse látszik, de hogyha gondoljátok, hogy meglegyen az egészet úgy egybe, akkor végül is ott van. Megvan az ára, de amúgy meg elég jól néz ki. Szóval vagy itt, vagy pedig elmentek ugye raidelni. Itt lehet a Group Finderbe, Primate Group, Raid Legacy, és akkor itt Sanctum of Domination, és látjátok, itt is van Temogran, Transmogran, mindig pereg. És amit hozzá ajánlok weapon, amit én beállítottam, szóval amit én használok hozzá weapon, vagy használtam egy ideig, az a Arms-nak a Hidden Artifactja, egy ilyen színvret effekttel, ami az előző transmogos videóban mondtam, hogy ez a Ventir Covenantból lehet szerezni, ott lehet náluk vásárolni, és így néz ki. Jó, most így lehet, hogy nem függ annyira össze, mert itt ilyen sötét, barnás, pirosas, de amúgy, hogyha betranszmogolod, akkor úgy egész jól néz ki. Meg hát azért nincs is annyi weaponom még, mert Warrival nemrég kezdtem játszani, de ez illet hozzá a legjobban. Szerintem nem olyan rossz, meg ez is ilyen jó piros, mint a set. Szerintem egész jól néz ki. Hát ennyi lett volna ez a kis transmogos videó, remélem tetszett nektek, vagy ötletesnek találtátok, vagy esetleg valami kis transmog ötletet tudtam segíteni, transmog ötletet tudtam adni nektek. Majd még idővel, még nekem is kell gyűjtögetnem, mert vannak ötleteim, és nyilván nem árulom el, de azok sajnos ritka set darabok vagy weaponok, de majd idővel, ha meglesz, akkor lesz második része ennek is. Remélem tetszett nektek, és majd egy következő videóban vagy live-ban találkozunk. Majd szerintem ezen a héten már lesz megint Raid Live, valószínű normális HC, Fire-ek az talán meg lesz, mert most már
magasabb az item levelem, 468, azt hiszem. 477. Hol alakulunk, idővel az is meg lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!